Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Többször megtapasztaltam, sőt azt tudom mondani, sokszor megtapasztaltam a ítéletem folyamán, hogy embereket érdekli az, hogy mi volt az a pont, amikor megváltozik az embernek az élete. Mikor valaki szembesül a múltammal, hogy miből ragadott ki engemet az Isten, és hogyan változtatta meg az életemet, mennyi megkötözöttséget szabott le, szabdalt le, és vágott le rólam, akkor van, mikor így beszélgetésben, persze érdekli az embereket, meg akkor meg szokták kérdezni, hogy akkor mi volt a bűncselekmény, meg hogy milyen volt oda bent, meg persze ezeket a kérdéseket így fölteszik sokszor, de egy mélyebb beszélgetésnél, előfordult, vagy felszínes beszélgetésnél is kijött ez a kérdés, de mélyebb vagy hosszabban tartó beszélgetésnél azért mindig kijön a kérdés, vagy így nekem szegezve, vagy pedig burkoltan. Mert azért azt nem akarja a másik, hogy engemet ennyire ez érdekel, de egyébként érdekli. Hogy mi volt az a pont, ami tégedet így megváltoztatott? És az igazság az, hogy ez nem fekete-fehér. Természetesen az ember elmondja. Elmondja, hogy az Úr Jézus Krisztussal, az Isten fiával történő találkozás volt az, ami az én életemet megfordította. Az életutamon egy 180 fokos fordulatot tettem, megfordultam, megtértem. Találkoztam azzal az Istennel, aki addig életemben is jelen volt az életemben, csak én háttal voltam neki. Én nem közeledtem hozzá, hanem én távolodtam tőle egyre jobban, és egyre jobban, és egyre jobban. De volt egy pont az életemben, amikor megfordultam, így tudom mondani, hogy meghallottam az Istennek a hangját. És akkor rögtön az emberek testien gondolkodnak, hogy biztos szólt hozzá az Isten. Persze szólt hozzám az Isten, de az ő lelke által szólt az én lelkemhez. A nem látható Isten szólította meg az én nem látható részemet. Az én életem nem látható része. Mikor beszélünk arról, hogy egy emberi élet, persze hát azt, amit élek, kiábrázolódik az életemen. Vagy az életutamon vannak olyan könyves, azt hiszem, talán az én könyvem is rajta van, hogy életutak, nem vagyok biztos, de vannak ilyen életutak. Le van írva, hogy milyen életet élt, vagy valakinek van rálátása a másik életére, hogy milyen neki az életútja. De az a fajta találkozás, ami ezen az úton egy gyökeres fordulást tud, a gyökeres változást tud az emberbe elérni, és megfordítja az embert az életútján, erre egyedül az Isten képes. És azért mondtam, hogy ez nem fekete-fehér, mert erről lehet beszélni. Van, akinek egy kicsit átjön, van, akinek egyáltalán nem jön át. Van, aki csak félrebillenti a fejét, és úgy látom is a tekintetében, hogy úgy kialszik benne az érdeklődésnek a lángja, hogy úgy már csak úgy pereg le minden, annyira van intelligens, nem mindenki, nem folytja az emberbe a szót, hagyd mondja végig. Szegény ember agyára ment a vallás, vagy a hit, vagy így valahogy így fogják föl. Azért, mert az a pont, amikor az ember találkozik az Istennel, az nagyon személyes. Az evangélium ugyanaz, a kereszt üzenete ugyanaz, a feltámadás üzenete ugyanaz. Krisztus vérének üdvözítő erejéről szóló beszéd, bizonyságtétel, ez ugyanaz. De mindenki másképp éli meg, talán így is tudom mondani. Lehet, hogy a helyzetből kifolyólag is. De még hogyha egy gyülekezetbe tér meg az ember, annak se ugyanaz, ugyanabba a... Tehát nem pontosan ugyanazok a dolgok játszódnak le a szívébe. Meg a környezet se ugyanaz. Hát én egy börtöncellába tértem meg. Más meg lehet egy fürdőszobába, rogy le a térdeire, és kiállt az Istenhez. Megint más lehet egy kórházi ágyon. Valaki egy gyülekezeti lelkésznek bent a szobájába. Vagy így lehetne sorolni. Tehát különböző helyzetek vannak, amikor az ember találkozik az Istennel, és meghallja az Istennek a hangját. Nekem, mikor bizonyságot tettek Krisztusról 94-ben, akkor ebbe a bizonyságtételbe az Isten szólt hozzám, és az én bűneimben halott,
lelkem odafordult az Isten hangja felé. Olyasmi lehetett ez, mint amikor az Úr Jézus azt mondta a Lázár síren, hogy vegyétek el a követ. És akkor elvették a követ. És az Úr Jézus szólt, hogy Lázár jöjj ki, és ez a 4 napja halott ember, aki abszolút halott volt, nem tudom, múltkor lett erről szó, vagy nem volt róla szó, hát mi könnyebb, most úgy őszintén, jó gondoljunk bele, föltámasztani egy 4 napos halottat, akiben a biológia folyamatok abszolút megkezdődtek, visszafordíthatatlanul, de büdös volt az ember, bomlott. Nem tudom, a hallgatók közül, kik jártak proszektúrán, hát ott van jellegzetes édeskés, hullaszak, hát bomlott. És mi könnyebb egy ilyen halottat feltámasztani, vagy mondjuk azt feltámasztani, aki már meghalt évezredek óta, és már tulajdonképpen nincs is. Tehát nem lehet látni testéből semmit. Vagy azt, ami még ott van neki a teste, de az már semmi. Ott már minden meg van halva. Minden biológiai folyamat visszafordíthatatlanul elindult. Jó, még lehet a körme meg a haja nő neki egy darabig, de tudjuk, hogy azok a szervek, szív, meg agy, meg ilyenek, már ez kész. A Lázár jöjj ki. És azt írja a Biblia, hogy egyszer csak megjelent a halott. Aki már nem volt halott. Visszaszállt bele azaz egy élet szállt bele vissza. Hát mi könnyebb? A több ezer évest feltámasztani, vagy Lázár? Hát ugyanaz. Hát ugyanaz. Mind a kettő. Nekünk lehetetlen. A biológia ennek ellent mond. Az ember ész azt mondja, hát ez ilyen nincs. De tudjuk, hogy ami nekünk lehetetlen, azért az Istennek az nem lehetetlen. Neki az lehetséges. Ő neki minden lehetséges. És így van valahogy, amikor az ember hallja az evangéliumot, sokan hallják az evangéliumot, amikor, és ez személyre szóló. Személyesen szólítja meg Isten az embert. Ott nem jött ki a környék összes halottja, a Lázár jött ki, ő lett megszólítva. És csak akkor jön ki a Lázár, ha Jézus szól. Kiabálhatunk mi, hogy Lázár jöjj ki. Annyian kiabálnak, hogy hú. Nem jön ki Lázár. Ha Jézus szól, akkor kijön a Lázár, és ez személyre szóló. Személyesen akkor 94 decemberének azon a karácsony előtt utolsó munka a délelőttjén, a Varodába, ott hozzám szólt az Isten. Az én síromba, ahogy bent voltam, hogy halott voltam a bűneimbe, meghallottam az Isten fiának a hangját, az evangéliumon keresztül. Hogy Rigó beszélt, egyszerűen eltalálta a szívemet az Úr Jézusnak a szava. Ez már nem a másik ember szava volt, ez már Istennek a szava volt. És azért, ha valakinek szól az Isten, nem tudom, van-e lehetőség azt mondani Lázárnak, hogy én nem megyek ki. Adjanak engem békén. Ha jó nekem itt a sötétbe, hagyj halljak én tovább, mert jó nekem ez az állapot. Én hiszem azt, hogy előtte nem hallottam úgy a hangját. Akkor meghallott a lelkem a hangját, az evangéliumból. Ezért mondom, hogy az Isten lelkének a szava, a hangja találkozott az enyémmel. És ennek lett egy folytatása, a folytatás pedig úgy volt, hogy erre a hívásra, erre a szóra én válaszoltam aznap éjszaka. És azt tudtam Isten láb elé tenni, és azzal jöttem Isten elé, amin volt, mentem a bűneimmel. Ez az a pont, amikor az embernek az élete megváltozik. Mert halott voltam, mondja az Úr Jézus Krisztus a jelenések könyvében, de íme élek. És a hitre jutott ember is azt tudja mondani, hogy halott voltam. A bűneimbe halott voltam. De meghallottam az evangéliumon keresztül az Úr Jézus Krisztusnak a hangját, és kijöttem a sötétségből a világosság. Kijöttem a halálból az életre. És ezt a élményt, ez mindenkinek személyre szóló. Mindenkinek személyre szóló. Akkor nekem szólt az Isten. Volt ott még
Volt ott egy olyan ember is, aki, én nem is emlékeztem rá. Tényleg nem emlékeztem rá. Nem mondom most a nevét. Ott volt, amikor engemet megszólított az Isten a Rigon keresztül. És évekre rá, tehát hogy 20 év. Én közben szabadultam minden, és az ottani lelkész mondja, hogy valaki már, aki többször visszakerült, elmondta, hogy én ott voltam. Egy lelkészi beszélgetést elmondta, én ott voltam, amikor a Lajos hallotta az evangéliumot, és utána éjszaka ment az Istenhez, és megtért. És akkor kérdezte a lelkész, hogy és akkor maga miért nem tért meg? Persze szól az Isten mindenkinek, de azért vannak célzott üzenetek. Uram, köszönöm, hogy felismertem az én meglátogatásomnak az idejét, hogy nekem szólt az Isten. Bizonyára te is el tudod mondani, hogy neked mikor szólt az Isten. Mi volt az a pont, vagy mi volt az a... Van, aki nem tudja így pontosan behatárolni, de az az életszakaszát be tudja határolni. Hogy eddig így éltem, és akkor utána elkezdett az életem fordulni. Az Isten ereje a szívemet odafordította a Szentírás felé. Az Isten ereje a szívemet odafordította az imádság felé. Elkezdtem beszélni az Istenhez. Az Isten ereje, az Isten szeretete odafordította a szívemet a testvéri közösség felé. És elkezdtem velük járni egy közösségbe, és gyakorolni közösen velük a hitemet és az Isten dicséretét. És elkezdte a szívem, mert az Isten odafordítani a bizonságtétel felé. Valakinek nincs sok bizonságtétel. Én rengeteg helyen voltam az elmúlt években. Van, akire csak egy helyen volt, és lehet, hogy ezen az egy helyen egy valaki megtért. Lehet, hogy nem is tud róla. Nem is kell. Jobb is egyébként. Ú, vannak, akik pipálják. Tudom is volt, megkérdezték, hogy és akkor sokan megtértek? A börtönbe, a szolgálatod alatt? És amióta kint voltál, hanyan tértek meg? Nem tudom. Ilyeneket kérdeznek. Honnan tudjam? Dicsőség Istennek, hogy van jó visszajelzés a könyvvel kapcsolatban is, néha bátorításokkal kapcsolatban is, vagy egy-egy szolgálattal kapcsolatban is van jó visszajelzés. Nem tudom, ez mennyire használ az embernek. Persze bátorítja, meg hát kenegeti az embernek a hiúságát. Az meg aztán egyáltalán nem jó. Minden dicsőség az Istené. Minden kegyelem tőle fakad. Minden, ami jó. És ami a másik embert építeni tudja, az kizárólagosan az Istentől jön. Tehát ő neki kell egyedül hálát adni ezért. Az ember eszköz ebben. Természetesen bátorítja az embert, hogyha olyasmit hall, hogy a szolgálatának van ilyen formán eredménye. Nem is jó szó ez az eredmény. Ezeket nem lehet így kipipálni. Hát honnan tudja az ember? És ki tudja, mikor? Lehet, hogy soha nem fog megtérni. Szóval lehet, önön is van, hogy valakinek a szolgálata nyomán, lehet, hogy egy-egy szolgálat valakinek a szívébe az 50. vagy a 60. ásó nyom, abba az ugarba, hogy föl legyen törve. Lehet, hogy pont valaki az utolsót nyom, és akkor megtér. Hát ez nem azt jelenti, hogy azt ő tette mind az egészet. Ki tudja már, hanyan imádkoztak azért az emberért, ki tudja már, hányszor hallott az evangéliumot, már hány kopogtatáson túl van. És akkor valakinéhez lecsapódik a vége. Hát én értem is imádkoztak. A más nem, az édesanyám biztos. Már földi síkról beszélünk. Vagy azok a testvérek, akikkel annak idén az aluljáróba találkoztam. Hát imádkoztak, én értem is. Meg még akikről nem is tudok. Úgyhogy én is imádkozom másokért, akiknek halvány fogalmuk sincs, hogy egy-egy alkalommal pont a Boros imádkozik ő érte is. De ez fordítva is így van. Úgyhogy az a pont, amikor az embernek az élete megváltozik, ez olyan jó, hogy a kérdező számára is van, aki azért mondjuk megvan térve, és azért kérdezi, hogy hát, ha tud valami olyasmit mondani majd a hallgatók vagy a nézők számára az ember, ami az ő szívét is elindíthatja az Isten felé. Adja az Isten, hogy az ember tudjon olyat mondani. De hogyha ezt valaki úgy kérdezi, hogy ebben neki nincs rálátása, az azért van, mert őneki még nem volt ilyen pont az életében. Őneki még nem jött el, hogy el tudja mondani, hogy mit tett velem az Isten. Mit tett velem az Isten. Ismertem én olyat, aki lelkész családból volt, és mindenki volt pipáló, és azt hitte, hogy patent, nagyon jó minden.
Aztán 16 évesen egy keresztény táborból hazafelé jövet, az Isten megszólította. És a 16 éves kis fiatal szívére egyszerűen rászállt a bűnbánat, mert rájött arra, hogy eddig Isten nélkül élt az életét. És a Biblia szerint hit nélkül élni bűn. Azt mondja a Szentírás. Az Úr Jézus mondja, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Minden annak a következménye. És Isten jelenlétében lelepleződik az ember. És attól kezdve volt egy pont az életében, attól kezdve az ő élet is megváltozott. Másképp nézett önmagára, másképp nézett a szomszédra, másképp nézett az Istenre. Azért, mert megtért hozzá, mert kapcsolatba került vele. Ez a kapcsolat, a hálások Istennek, amért, hát, hogy csak rajta múlna az Istennel való kapcsolatom, hát borzasztó ezt kimondani, de már sokszor elszakadt volna ez a kapcsolat. De ilyen jó, hogy ez a kapcsolat nem egyszerűen csak az emberen múlik. Ez a kapcsolat az Istennek a kezébe van. Hit által ő őrzi a mi üdvösségünket. Az Isten hatalma őrzi hit által az embernek az üdvösségét. És nyilván a hitet adta az Isten. Gyermekeink vannak, itt neked is valószínű, aki hallgatod ezt a videót. És a gyerekek sokszor hoznak olyan döntést, és olyan gondolatok is vannak benne, ami a szülő ellen van, ami nem jó. Pláne amikor már kamasz az ember. Fú, hát azok aztán már mindent tudnak. De ezt nem azt jelenti, még hogyha ennek hangot is adnak, hogy a szülő kirakja az ajtó elé, mint én szoktam néha este a macskát, és akkor megy arra, merre lát. Hát ez nem így van. Hát a szülő is gondot visel, nem? Miért? Hát mert szereti a gyerekét. Hát az Isten, aki odaadta érted meg értem az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust a Golgotai keresztre, hogy a mi bűneink büntetését elhordozva megbéküljön velünk Krisztus vérének az árán az Isten. És az ő gyermekei legyünk azáltal, hogy befogadtuk Krisztust a szívünkbe. Kifejezés is, az ezt írja a Biblia. Ő fogadott be bennünket. Hogy az Isten gyermekei lettünk. Hát ha ilyen szeretete van az Istennek, ha így szeret téged meg engemet az Isten, ne gondoljuk azt, hogy a hozzávaló megtérés után a mi szűrünket kirakja. Nyilván, ha az ember olyan életet él, ami Isten ellen van, a megtérés után, az Istennek vannak kihozanító eszközei arra nézve, hogy az ember odafordítsa a fejét vissza hozzá. Így tudjuk mondani, Istennél nincs idő, bocsánat a kifejezés, ő ráér. És van, aki 20-30 évig vergődik, abban a nihilbe, az Isten nélküli életbe, amiben aztán rengeteg szenvedés van. Pedig már megismerte. Aztán valaki a halála előtt kapaszkodik oda-vissza, és akkor sokan nagyon balgán bután állítják azt, hogy elég nekem majd a halálom előtt megtérni. Az egyik testvére mondta, és nagyon jól mondta. Nagyon veszélyes dolog arra hajazni, hogy majd én a foci meccs hosszabbításába fogok gólt lőni. Előfordulhat, és van ilyen is. De valljuk meg őszintén, általában nem az dönti el a meccset, hanem a játékidő, a normál játékidő. És a mi játékidőnk a Biblia szerint jó esetben 70 vagy 80 év. Anyukám többet kapott, kedden volt itt nálunk mezőtúron, 93 éves. Neki is menni kell egyszer. Meg neked is, meg nekem is. Olyan jó, amikor már nem kérdés, hogy hova, hanem hálaadás, Uram, ha menni kell, olyan jó, hogy hozzád mehetek. Ennek van azért egy olyan fajta előzménye, hogyha keveset, vagy ha sokat, jól megfogalmazva, vagy tőmondatba, de el tudom mondani, tudok arról beszélni, mit tett velem az Isten. Amen.